Én azt hiszem, hogy ha van kormányzat számára zászlós hajó, vagy van egy egyetem számára stratégiai program, pláne egy olyan egyetem számára, amelyik földrajzi, geopolitikai helyzeténél fogva nem Európa legprosperálóbb térségében működik, akkor azt gondolom, hogy elemi kötelessége, hogy figyeljen az itt élőknek a sorsára. Tudjuk és sokszor elmondtuk, hogy a mi hallgatóinknak egy jelentős része küzd szociális problémákkal, mi pedig azon vagyunk, hogy ezen segítsünk. Segítsünk egyetemen belül, meg segítsünk azzal, hogy olyan országos programokra hívjuk fel a figyelmüket, amelyekkel nem csak hogy az egyetem elvégzését segítjük, hanem az, hogy egy sikeres életpályához adjunk számukra kellő muníciót. Ami ehhez hozzájön, az Út a diplomához program, azt gondolom, hogy talán nem véletlen, hogy mi itt vagyunk ma Miskolcon, hiszen ha nem is a legnagyobb számban, de egyik legnagyobb számban részesülnek a mi hallgatóink ezen ösztöndíjban, és hogyha az összhallgatói arányt nézzük a különböző egyetemeken, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly teljesítmény, és hogyha ehhez mi valamit hozzá tudunk tenni pluszban, azzal, hogy a oktatási környezetét támogatjuk úgy a fiataloknak, hogy az ösztöndíj az egy lehetőség legyen, mi pedig szakmai programokat rakjunk úgy mögé, hogy sikerüljön diplomát szerezni, akkor azt gondolom, hogy az egyetemünk egy nagyon fontos harmadik missziós küldetését tudja érvényesíteni, és ezért tényleg köszönet a felzárkóztatásért felelős tárcának és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak együtt. Azért is, hogy egyáltalán ezeket a programokat nem csak hogy szakmai megalapozottsággal, de talán mondhatom, hogy szeretettel gondozza, és mi pedig tudunk ehhez csatlakozni. Most az Út a diplomához alprogram, ösztöndi alprogramnak a nyertes listáját fogjuk kihirdetni. Ez azért örömünnep számunkra, és azért nagy öröm, hiszen itt ebben az alprogramban most egészen pontosan 481 fiatal kap ösztöndíjat, és 481 fiatal jut úgy támogatáshoz, hogy az egyetemet el tudja végezni, az adott fél évben a költségeit tudja fedezni, és már ugye ebben a fél évben már karácsonyra ott van náluk ez az ösztöndíj. 2014 óta van Út a diplomához alprogram. 2010-ben vette át a kormány ezt az útra való ösztöndíj program rendszert. Átalakítottuk, teljesítmény alapúvá tettük, illetve az ösztöndíjakat és a különböző kapcsolódó juttatásokat megemeltük. 2014-ben, tehát több szakmai vita után teljesen biztossá vált, hogy nem csak a középiskolásokat, az érettségihez jutókat, általános iskolásokat kell támogatni, hanem annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű és közte a roma fiatalok minél nagyobb számban egyetemi végzettséget tudjanak szerezni, ehhez újabb ösztöndíjprogramot kellett indítani, tehát 2014-ben így indult az Út a diplomához alprogram. Ez azt jelenti, hogy most a döntési lista, a nyertes lista 50%-ának erejéig roma fiatalokat támogatunk, egyébként a 481 hallgató mind hátrányos helyzetű. Az első fél év ösztöndíját kapják meg, és az első fél év után a mérce az, hogy a kreditet teljesíteni tudták-e. Hiszen az útravaló ösztöndíj program, ahogy elmondtam, teljesítmény alapúvá vált, ez minden alprogramjára igaz, erre is. Aki a kreditet, az elvárt kreditet teljesíteni tudja, az tulajdonképpen automatikusan a második fél évi ösztöndíjra is tud pályázni, és azt is megkaphatja. Alapképzésben körülbelül a hallgatók 40%-a tanul, mesterképzésben 12%-a, 26%-a osztatlan képzésben, és 14%-a felsőoktatási szakképzésben. A 8 év alatt közel 2 milliárd forintot adtunk át a fiataloknak, és 6441 hallgatót tudtunk támogatni a 8 év alatt, 1530 roma fiatallal. Én önköltségesbe kerültem be ide sajnos, mivel a pontotárma az nem lent meg, és én magában az ösztöndíj programban 2014 óta vagyok benne. Én elsőnek középiskolába szereztem róla tudomást, akkor még az osztályfőnököm az, aki a mentorom volt 4 éven keresztül,
és nekünk akkor még ugye út az érettségihez volt az alprogramnak a neve. Majd mikor ide kerültem és felvételiztem a Miskolci Egyetemre, az 2018 volt, akkor még bölcsészettudományi karrián kezdtem, mint tanítóképző. Én akkor ugye államira kerültem be, és ott is a magadja volt osztályfőnököm is, meg ugye interneten is szereztünk róla a tudomást a programról, és akkor jelentkeztünk is rá. Én egy olyan családba származom, ahol ugye hát eléggé nagy a hátrányos helyzetünk, mint mondjuk ugye az egész családban. Tehát sose voltunk olyanok, akik megengedhetett magunknak mindent. Úgyhogy maga a program az nekem hatalmas segítség volt. Mindazért, mivel hogy már nem állami tagozaton tanulok, hiába vagyok nappal is, de nekem 225 ezer forint egy fél év. Tehát nekem az pont az az összeg, amit én kapok a belügyminisztériumtól, az fedezi minden költségemet, és azzal úgymond nem szenvedek hátrányt, és tudom folytatni magát a tanulmányaimat, hogy a későbbiekben, mondjuk hát már 2 év után átvehessem a diplomámat. Tegnapi napon sikeres záróvizsgát tettem, szóval most már végzett történelem és etika szakos középiskolai tanár vagyok, és 2014 óta én is útravaló ösztöndíjas vagyok, sőt már a középiskolában is, akkor ugye még más névvel az út az érettségihez már ösztöndíjas voltam. Igazából hálás vagyok ennek az ösztöndíjprogramnak, hiszen a tanulmányaim vége felé sajnos már önköltséges képzésben folytattam tovább ezt a szakot, és hát 300 ezer forintos tandíjról beszélünk, amit ugye nagyon nehéz lett volna saját magamtól, vagy a családom támogatása által kifizetni. Így nagyon örülök annak, hogy az ösztöndíjprogram részese lehettem, hiszen a tandíjam 90%-át fedezte ez az ösztöndíjprogram, ami nagyban hozzásegített ahhoz, hogy sikeresen el tudjam végezni az egyetemet.